Sziasztok! Bangkok és Pattaya után egy új helyszín, még pedig kb. 60 km-re vagyok Pattayától, ez pedig Rayong, és Rayongnak a híres történelmi utcácskája, amit szeretnénk nektek megmutatni. Van itt múzeum, régi házak, és bemutatni ezt a aranyos kis várost, beszélni róla, úgyhogy gyertek vele. És ez pedig a Rominda Road, a utca, történelmi kis utca. Egyébként a város történelme a Ayutthaya korszakra vezethető vissza. Amikor Ayutthaya elesett, akkor jöttek le ide, és egy halászfalut létesítettek, majd a király úgy döntött, hogy kell egy tengeri kikötő, ahol meg tudják szervezni majd a védelmét a városnak vagy az országnak. Ilyen kis éttermeket, kávézókat találni, nézzetek meg. De lehet, hogy be is ülünk megreggelizni. Megreggelizünk, finomságot eszünk egyből. Azt akartam, hogy valami képet csinálni a pályáról. Kamera. Ami nekünk nagyon tetszik. Milyen gyönyörű templom van itt. És itt van a folyó, ami régen a fő kapcsolatot jelentette a belső területekkel. Áruszállításra használták többségében. És itt lehet, és az volt kiírva, élő állatokat szabadon engedni. Mondom, ott a, nem tudom, halakat dobálták be. De most betáplázás következik. A huligán. Gyújtsd meg! Yes! És sikerült! What's that mean? Number! 258! 83 258 ด้วย อะยะ good number ขอให้มีโชคมีเบอร์ขอเจ้าแม่ประทานพรให้มีโชคมีลาภนะสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจสาธุ 25 én gondolom itt lehetett halakat beengedni a vízbe, hogy egy olyan ceremóniát azért megnéznék. Itt viszont az előbb a hölgynek csinálták ezt a kis petárdázást, és végén egy szám tűnt fel, és gondolom az a fontos, hogy milyen szám van ott, hogy szerencsét hozza az életbe. Nagyon szép templom, gyönyörűek ezek a falfestések.
És ahogy elnézem, ezt most újították föl, mármint az utat. Szépen le van. Nem mondom, hogy aszfalt, ez beton. Csak úgy néz ki, mint a térkövek lennének. Miközben festett beton, és itt a piac. Vasárnap reggel van, 9:30, még nincs itt nagy forgalom. Rakják be az új oszlopokat, kemény munka lesz itt. Itt a múzeum. Másik régi épület, és tele van a régi dolgokkal. Régi pénzek. Nem is annyira régi dolgok is vannak. Inkább a 50-es évek. Szokásos kameragyűjtemény. Mi van itt hátul? Ez csak egy kerthelyiség. Ja, hát ez itt egy színpad. Jó pofa. Imádom ezeket a régi képeket. Hogy nézett ki az utca, hogy nézett ki a város. Itt van egy kis híd is, könnyedén át lehet menni a túloldalra. Kis ponton híd. Hát igen, ennek a kis folyónak elég fontos szerepe volt azokban az időkben. Ez a régi tévé. Ez egy tipikus tájház. Lakóház, nem azt akarja bemutatni. Írógép. Akkor egy számológép. Ágy. Csulalonkon király. A legnagyobb. Ahhoz képest, hogy vasárnap van, elég nagy az élet. Mutatom. Meló van. Mindjárt benézünk. És nem csak a fő utca
ilyen érdekes, hanem egyel párhuzamos a mellette futó is. Ez pedig egy színház, régi kínai opera. De valószínűleg az lesz, hogy ezen az utcán majd visszafelé akarok majd jönni. Kész egy tájti? Én iszok egyet. Ezt az üzemegységet nézzétek. Kis fából összeáll. Eszkábál kis vitinó. De magadó. Azért nem mindegyik ház sikerül szépre. De megpróbálta. A fiókokban van tele különböző fűszerekkel. Óriási. És egy több mint 100 éves bolt, ez az épület. És itt van egy régi... Itt van egy régi angol biciklis. Nagyon jó a kis bolt. Gondolom, hogy családi. Több mint 100 éves épület. Nézzétek meg azokat a biciklit. Ezeket a kerékpárházakat. Milyen régiek lehetne. Hatalmas. Igen, réginek tűnik az épület valóban. Több mint 100 éves. Elképesztő, milyen cuccokra lehet takarni. Vagy ez az oldala. Sorakoznak ezek a régi faházak. Gyönyörű. Megnéztem volna ezeket az utcákat, mondjuk 100 évvel ezelőtt. Milyen élet lehetett itt. Kis ritsák. Semmi autó. Rajon nem is olyan kisváros. Hiszem 2012 óta van itt például a Fordnak az összeszerelő műhelye, gyára. Több nagyobb gyár is található itt. Azt nem mondom, hogy ipari város, de valaki úgy elemezte. Még le kéne menni a tengerpartot megnézni, hogy néz ki ott a pálya. Búcsút intek ennek az utcácskának. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Még Patajáról is egy napos túra. Szerintem megéri lejönni. Már is itt vagyok a kikötőnél. Annak is a végébe. Itt jobb oldalt lehet már kimenni a tengerre. És végig bent a folyón állnak a halászhajók.
arra jól néznek ki ezek a hajók, hogy ilyen szép színesre le vannak festve. Most hosszú hétvége van, és valami buli van itt a tengerparton. Alig találtunk parkolót. Itt felújítják a kikötőnek ezt a részét. Kicsit elsétálok már ide, megnézem. Úgy lehet, hol van a kijárat a tengerre. Természetesen van egy templom is itt a kijáratnál. És itt van a világító torony. Aha. Az volt az, itt is van. Sehol egy farang, imádom. Fehér ember nem látom. Nem, egy zéro. Elvileg egy kis sétány, mangroveerdőt lehet csodálni. És ahogy látom, a kiállítási pavilon az záró. Az állat és növényvilágról néhány kép. Úgyhogy menjünk be. Még egy kilátó is van. Hát és az ilyen kis fa tákolmányon lehet végig sétálgatni, kilométereket. Elég szépen bementünk, nem jutottam a végére. Természetesen van, hogy 38 fok. Elég jól esik most ez egy kicsit árnyékos rész, de páratartalom az elég magas. Hát ennyit rajongról. Ha valaki Pattaján tölt néhány napot, egy hosszabb időt, az annak szerintem érdemes lejönni legalább egy napra, vagy néhány órára kicsit körülnézni rajongva. Tengerparton, a régi városrészbe, vagy éppen útban, Szamui felé, ami innen most már csak néhány kilométer autóval a kikötő. Úgyhogy remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Találkozunk a következő videóban.